füves részen a művelődési ház mellett. A nap párcai tartanak egy kiállítatót. Cég, amivel bírtok, megöli a gyermekekben azt az érdeklődést, ami a későbbiek folyamán titeket is előnyösebb helyzetbe juttathat. Gondolok én itt arra, hogy amikor a gyerekek az utcára kimennek, és nem tudnak hova menni, nem érdekli őket semmi, csak a számítógép és a tévé, az a személyes példamutatásból adódik. Gyertek közelebb! Már akit érdekel! Ugye 4 órakor kezdődik a bemutató, de hogy addig rendben felálljunk, egy kis bűvös. Ezeket az ismereteket megpróbáljuk most egy kicsit kiegészíteni. Lehet, hogy hallotok majd újat, hallotok majd olyat, amit nem fognak tanítani az iskolákban. Hallani fogjátok azt is, amit igaznak tartunk, és kellene, hogy mondják. Elsősorban szeretném leszögezni azt, hogy most 2006-ot írunk, az csak annak köszönhető, hogy Krisztus születése előtt megreformálták a naptárat. Az idősebbek ezt így is tanulták, hogy nem akkor kezdődött az időszámítás, hanem akkor reformálták meg az időszámítást, és újra kezdték el írni. Hunelődeink akkor már 4040-et írtak. Tehát ha azt nézem, akkor most 6046-ot írnánk, ugye? Ez egy kicsit távolabbinak mutatja azt az időt, amit jelenleg az iskolákban elmondanak. De a hunok előtt is már használták azt a fegyvert, amit íjnak hívunk, a szkíták a Tigrisnek a bal partján. A Tigris jelenleg és akkor is ott folyt, ahol most folyik, csak máshogy hívják azt az országot, másnak nevezik azt a népet, akik ott laknak. Ezek a szkíták elindultak észak felé, elkezdtek vándorolni, és azt a földrészt, amit most Ázsiának hívunk, és Európának, ez a földrész, ez egy nem osztható, átjárható az Atlanti-óceántól a Japán-tengerig. Eljutottak Ordoszig, a sárga folyó kanyarodatáig, ott megalapították a központjukat, és onnét indultak el ezt a szélességi kört szépen meghódítani. Így jutottak el a Kárpát-medencébe is, már 6000 évvel ezelőtt. Letelepedtek, azt a nyelvet beszélték, amit most beszélhetünk, csak egy kicsit ősibb nyelv. Azért nem mondtam direkt magyar nyelvet, mert ez ilyen féleképpen nem helyes. De ezt az ősi nyelvet beszéltünk. Saját önálló írással rendelkeztek, illetve ezt az írásmódot rögzítik, illetve rovásnak hívják. Jelenleg az iskolákban nem tanítják, pedig nincs még egy olyan nép, akinek olyan régi írása lenne, mint a miért. Megpróbálják velünk elfelejtetni, de nem biztos, hogy el tudják felejteni. Hogyha érdekel benneteket, majd a bemutató után egy-két szót még szólunk. Maradjunk az íjaknál, maradjunk a szkíta íjaknál, ezek az íjak. Madarász Miklós úr bemutatja ezt a szkíta típusú íjat. Nézzétek meg, hogy milyen érdekes a szerkezete, milyen kicsi ez az íj. Körbe fogja hordani, mennyire előre állnak a szarvai. Mekály Sándor úr pedig bemutatja nekünk, amit majd fogok mondani. Megmutatja a víz markolatát.
ott a gyerekeknek is tudnak, hogy jól van. Hát megmutatja, hogy mi az az íj markula, mi a reflex, mik azok a szarvak, mit készülhetett bélhúrból. Bélhúrból készült az az idegnek nevezett. Ezeket az íjakat összetett reflex íjaknak hívják és hívták elején. Ezek úgy készültek, hogy középen volt egy nagyon vékony faréteg. Ez a fa, ez lehetett főr is, lehetett juhar, és lehetett nyírfa. Erre a rétegre, innét hátulról fellamináltak, felragasztottak, mindkét reflexre, marhaszarból készült szarulemez. Egy szarulemez. A másik felére, ide kívülre, pedig a marha hátsó kinyából, hamilre szívből szétvert rostokat átutattak vizatok bólyakból nyert ennyivel. Ez a vize, ez egy hatalmasra megnövő halfajta, és ezek felúsztak a Dunába. Ezek topfélék, ebből nyertek olyan enyvet, ami hihetetlen rugalmas. Az a lábszárin, amit szétvertek rostjaikra, az pedig olyan lett, mint a jelenlegi üvegszál. Amikor ez át lett itatva, ezt ide szépen felrakosgatták, szépen feligazították, majd lekötötték vizes bőrrel, azért vizes bőrrel, mert amikor ez elkezdett száradni, ez olyan erővel húzta össze, préselte ki belőle a fenyvet, hogy felesleg nem maradt benne. Amikor ezt leszették, szépen lecsiszolták, díszítették, és nyírfakéregből készített bevonó anyaggal szépen beragasztották, majd díszítették, nagyon szép díszes íjakat készítettek. Ezek az íjak alkalmasak voltak arra, hogy 100-150 font, azaz 75 kiló húzó, feszítő erejű íjakat nyerjenek, és ezzel előjenek akár 4-600 méter. Ez a 4-600 méter, ez most azt jelenti, hogy én innét elbírok ülni a kéményig, de elég hitvány utódja vagyok őseimnek, és ez az íj, ez pedig nem olyan erő. Hát ami lényegesebb, nagyon távol átos idal. A szkita íjak után a huniakat mutatjuk fel, a huniak nevezetet elején. Ezek lényegesen nagyobbak voltak a szkita íjaknál, aszimmetrikusak, ami azt jelenti, hogy az alsó kar az rövidebb, mint a felső kar, és az alsó szarv is rövidebb, mint a felső szarv. Láthatjátok, hogy nem egyforma a két kar. Ez éppen madarász Miklós.